Napsütéshez, zivatarhoz, ponyvaregényhez, novellához, jazzy lapozó. A vonalban Mészáros Dorka, író. Szia Dorka, szeretettel köszöntelek. Sziasztok, én is üdvözlöm a hallgatókat. Dorka, most jelent meg a könyvhétre az Én vagy senki című könyved, amely, ha jól tudom, akkor a kamaszoknak szól. Igen, de felnőtteknek is nagyon ajánljuk egyébként, mert 16 pluszos, tehát illetve kamaszoknak 14 plusztól ajánljuk, bizonyos okokból lett 16 plusz, tehát inkább mindig fölélő ugye a kiadó, de felnőtteknek is nagyon ajánljuk, egy Agatha Christie-szerű krimi. Ó, és mi a történet dióhéjban? Mi az, ami elmondható róla? Anélkül, hogy ne lőnénk a poént, pláne ha Agatha Christie. Igen, elég nehéz egyébként, tehát nagyon oda kell figyelnem mindig, hogy mit mondok róla. Aha. Gyilkosságokról szól. Uh-huh. 2014 nyarán 11 kamasz titokzatos üzenetet kap, amelyben ennyi áll 7-11. És ezt eleinte csak zaklatásnak vélik, de július 11-én megpróbálják őket megmérgezni. Hárman meghalnak, egy pedig elmegyógyintézetbe kerül. És 2015-ben újra elkezdődnek az üzenetek, és akik életben maradtak heten, úgy döntenek, hogy összefognak és kiderítik, hogy ki az, aki vadászik rájuk. Ó, Dorka, honnan van a vonzalmad a krimi iránt? Az a helyzet, hogy két vonzalmam van, a krimi meg a fantasy, és majd ezeket szeretném kibontakoztatni. Ugye a krimiket valamiért nagyon szeretem. Én készültem már nyomozónak, jelenleg kriminológiát tanulok az ELTE-n, tehát valahogy engem nagyon érdekel az, hogy miért jut el odáig valaki, hogy bűncselekményt követel, illetve maga szerintem a krimi műfaja is nagyon jó, mert izgalmas, lehet több szálon futtatni a cselekményeket, és lehet borzolni az idegeket. Uh-huh. A pszichés indítók az, ami érdekel téged, vagy ami izgat? Igen, igen, az nagyon, és ebben is egyébként nagyon mélyen benne van ez, hogy hogyan jut el valaki odáig, hogy gyilkosságot követel. Uh-huh. És ha már Agatha Christie-t említetted, akkor hát ő aztán igazán a személyiség jegyek megformálásának a nagyasszonya volt, tehát olyan tökéletes jellemrajzot alkotott minden esetben, hogy én azt hiszem, hogy talán még pszichológia szakos hallgatók is örömmel olvasták, nem tudom, lehet, hogy túlzok kicsit, de ez itt ebben a könyvben mennyire jelenik meg, hogy nagyon pontosan, nagyon konkrétan leírod a szereplők jellemét. Ez azért érdekes, most már pont ma kaptam meg az első kritikát a Mojon, uh-huh, a könyvemről, és ott pont azt írták, hogy nagyon pontosan meg vannak rajzolva a szereplők, és nagyon jól kibontakozik a személyiségük. Ugye itt 7 főszereplőről van szó, tehát nem olyan egyszerű, vagy hát nem tűnik annyira egyszerűnek, hogy most akkor kit lehet szeretni, kit nem, vagy kivel lehet azonosulni. Én úgy gondolom, hogy ez azért jó, mert nagy a választék, tehát mindenki megtalálhatja azt, akire egy kicsit hasonlít, és szerintem, tehát én nagyon oda próbáltam figyelni arra, hogy a jellemábrázolások jók legyenek. Tehát ez az egyik, számomra ez az egyik legfontosabb. Hát ez pont Agatha Christie regényeiben is így van, hogy az ember nem nagyon tudja, hogy ki szimpatikus, ki nem, kivel azonosuljon, kivel nem, mert hol ezzel, hol azzal. Tehát, hogy, ugye? Tehát ott sem egyértelmű ez. Pont ez a lényeg, igen, hogy itt is mindenkire lehet gyanakodni, tehát nagyon sok gyanúsított merül fel az olvasóban. Aha, na most aztán véletlenül sem mondd el, hogy mi a vége. Nem szeretném. Dorka, azt mondtad, hogy nagyon izgalmas kérdés az, hogy valaki miért jut el bűncselekményekig. Erre valamiféle válasz körvonalazódik-e a könyvedben? Igen, nagyon óvatosan próbálok most fogalmazni, hogy nehogy lelőjem a végén a poént. Mhm. Uh-huh. Mindenképpen ugye itt kamaszokról van szó egyébként, de mindegyiküknek az életében van valami olyan mozzanat, vagy olyan fordulat, ami mondjuk azt jelzi, hogy elhanyagolják őket a szüleik, nem figyelnek oda rájuk eléggé, vagy nem tudnak feldolgozni egy-egy traumát, ami érte őket, vagy kiskorukban volt valami olyan, ami megmaradt bennük. Tehát ilyenek vannak benne, és hogy saját magukkal nincsenek tisztában, vagy harcolnak saját magukkal, és ezek ugye mind olyan dolgok, amik így szépen épülnek egymásra, és hogyha nincsenek megfelelően kezelve, főleg egy tininél, az robbanhat, itt többféleképpen robban, tehát itt vannak függők, van egy, aki iszik, akkor valaki cigizik, valaki addig táncol, amíg össze nem esik, valaki vagdossa magát, tehát hogy itt ilyenek, elég defektes társaságot raktam össze ilyen szempontból. Uh-huh. És ez a könyv, ez miért ajánlott a kamaszoknak? Szerintem azért,
mert egyrészt meglátják azt benne, hogy senki nem tökéletes, és mindenkinek vannak hibái, hiába mondjuk a legnépszerűbb lányról van szó. Uh-huh. És hogy teljesen jó az, hogyha valaki felvállalja saját magát, és mer önmaga lenni. Illetve azért is fontos a kamaszoknak, hogy van egy ilyenfajta üzenet, hogy oda kell figyelni egymásra, és nem jó az, hogyha kirekesztenek valakit a társaságból, tehát aki közösítés, az aklatás, az egyáltalán nem vezet sehova, és fontos az, hogy rendesen odafigyeljenek a másikra, a saját barátaikra is egyébként. Tehát, hogy ne felszínes legyen ez a dolog, hanem próbáljanak meg emberként viselkedni egymással. Aha, tehát akkor ilyen értelemben mutathat rá esetleg a saját életükben felmerülő konfliktus helyzetekre vagy problémákra. Igen. Uh-huh. És a felnőttek mit meríthetnek belőle? Hát itt most ketté venném, egyrészt egy nagyon izgalmas olvasmányt szerintem, tehát akik szeretik a krimit, meg szeretik ezeket a pörgős, fordulatos eseményeket, meg szeretnek izgulni, akkor ezt, és a szülők számára is egyébként mondjuk azt tudja mondani, hogy nem jó az, hogyha elhanyagolják a gyerekeket, meg hogy mennyire fontos egyébként tényleg a nevelés, meg hogy milyen apró mozzanatok lehetnek egy emberben, egy személyiségben, mielőtt kibontakozik mondjuk a végkifejlet. Uh-huh. De egyébként ez így az emberi kapcsolatokat is megmutatja, tehát szerintem a kamaszoknak is, meg a felnőtteknek is ez egy úgymond jó olvasmány, van benne szerelem, de nem olyan ilyen amerikai jellegű, hanem sokkal mélyebb. Tehát van benne olyan, hogy olyan emberek tetszenek meg egymásnak, akikről senki nem gondolja, hogy összeillenének ilyenek. Aha. Hát Dorka, köszönöm szépen, akkor többet most már nem beszélünk róla, jó? Egyébként is mindenkivet meg el kell olvasni, nem? Tehát jobb, mintha beszélnénk róla, pont olyan, mintha amikor a zenéről beszélgetünk, azt is meg kell hallgatni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Mészáros Dorkával beszélgettem, akinek a könyvhétre jelent meg az Én vagy senki című.